Kezdjük el egy 1950-es rádiójátékkal, aminek az a címe, hogy egy igaz ember rendezte Várkonyi Zoltán. Fú, szerintem ez egy nagyon-nagyon különleges rádiójáték volt, és az egyik barátnőmmel pont azt állapítottuk meg, hogy milyen jó lenne ezeket a rádiójátékokat, felvételeket most meghallgatni. Bár én jobban szeretnék ebben a korban élni, és élőben hallgatni őket, és velük találkozni, velük dolgozni. Tehát az Egy Igaz Ember című rádiójátékot Várkonyi Zoltán rendezte, amelyben szerepelt horvátteri Szerényka szerepében. Ki kell emelnem Pálos Györgyöt, ugye, akiről az előbb beszéltem, ő is szerepeltem a rádiójátékban, igen, és nagyon fontos még megemlíteni például Bárdi Györgyöt, akit találtam, és gondolom, hogy az ő neve ismerősen Cseng, Tolnai Klárit, Somlai Artúrt. És még akit szeretnék kiemelni, Benkő Gyula, valamint Bihari József. Ugye Horvátteri nagyon szerette Bihari Józsefet, vele szeretett volna egy önálló színházat létrehozni többek között, ugyanakkor Dajka Margittal és Latinovics Zoltánnal. Szerintem nagyon jó választás, de sajnos tudjuk azt, hogy ez a független színház nem jött létre. Menjünk tovább. Itt van előttem egy 1951-es részlet a Magyar Rádió heti lapjából. 24-en kezdték című ifjúsági rádiójátékról van szó, Sándor András könyvéből rendezte Török Tamás. Itt is megtalálhatjuk Horváth Teri nevét. Egyébként megmondom őszintén, hogy nem könnyű ám ezeket a műsorúságokat, valamint ezeket a ajánlókat föllelni. Ugyanakkor a szereposztás kapcsán Horváth Teri nevét sem, mert nagyon sokáig kell azért böngészni, hogy az ember rá lejjen a különböző nevekre, és most azért húztam egyébként, <laughs> A szót, és azért nem tértem rá rögtön a lényegre, mert nem találtam közben horvátteri nevét. Tehát miközben kutattam a szememmel, gondoltam, hogy valahogyan kitöltöm ezt az időszakot, de most már megtaláltam. Visnyei katót alakított a horvátteri, EME rádiójáték kapcsán. És akkor nézzük meg még azt, hogy kit kell kiemelni mindenképpen, hát szerintem Sinkovics Imrét, Rutkai Éva, tehát vele is játszott horvát Teri, és akkor még nézzük meg, hogy ki az, akinek a neve ismerősen Csánk, hát jó kérdés, nem tudom, hogy kit ismerhetnek jobban még a nézők, hallgatók, Szerintem Kőműves Sándor nevét kellene kiemelni még, igen. Valamint Sós Lajost. És szerintem, akit még ismerhetnek, ő nem más, mint Pártos Erzsi. És találtam még egy nevet, aki szerintem fontos, Orsolya Erzsi. Szerintem őt nem ismerik olyan sokan. Nekem Orsolya Erzsi nevéről rögtön a szerelem című filmdráma jutott eszembe, amelyben Darvas Iván, Darvas Lili és Töröcsik Mari játszott főszerepet, Orsolya Erzsi pedig ugye Darvas Lilit ápolta, hát ő tulajdonképpen egy ilyen házvezető női szerepet játszott el, de szerintem ő nagyon jól alakított ebben a filmben, úgyhogy én őt megjegyeztem. A Szerelem című film által, amit Mak Károly rendezett, és amiről készítettem már egy hosszabb filmelemzést. Szintén egy 1951-es műsorújság van előttem, illetve abból egy részlet a Magyar Rádió heti lapjából, és akkor említsük meg a Dús Szöllőhegyeken című összeállítást, ami egy szüreti összeállítás volt. Egyébként én nagyon sokat forgattam különböző szüreti bálokon, felvonulásokon annak idején, amikor televíziós voltam. Részt vettem különböző borkóstolokon, elég sokszor különböző falvakban, vagy kisebb városokban, tehát abszolút ebbe tudok arról számolni, hogy egy-egy ilyen megmozdulás miképpen zajlik. Tehát itt egy szüreti összeállításról van szó, szerintem ez egy nagyon különleges műsor lehetett. Fél tízkor kezdődött este, és itt is megtalálhatjuk horvátteri nevét, valamint Major Tamás kosudíjas színművész és rendező nevét. Hát szerintem őt mindenképpen meg kell említeni, és akkor beszélni kell még Bihari Józsefről, igen, és ezt a, az összeállítást, vagy műsort Marton Endre rendezte, tehát én azt gondolom, hogy az ő neve is nagyon ismerős, és nagyon fontos róla beszélni. És még Baló Elemér nevét is megemlíthetjük, igen. Menjünk tovább, mert nagyon sok cikk van még előttem. Jó, szintén egy 51-es összeállításról fogok most beszélni, aminek az volt a címe, hogy a Vas Csikó útja. 5 órakor kezdődött délután, és egészen elképesztő, mert ezt az összeállítást, vagy műsort Szendrő József rendezte. Szerintem az ő nevét mindenképpen meg kell említeni. Egészen egyedi karakter volt szerintem Szentrő József, aki ugye színházigazgatóként, rendezőként is dolgozott, ugyanakkor színművészként, és ő volt az, aki például Hofit, hát mondjuk azt, hogy valamilyen szempontból felfedezte és támogatta, ugyanakkor Latinovics Zoltánt is, és még nagyon sok más színművészt, tehát ő tulajdonképpen egyfajta mentorként is élt és közreműködött annak idején, és ahogyan mondtam, itt is láthatjuk horvátteri nevét, és szerintem azért nagyon fontos még ezt a műsort megemlíteni, ugyanis itt Sós Imrével egyetemben játszott horvátteri, akit ő ugye nagyon-nagyon szeretett, és akit ő valamilyen szempontból szerintem a testvéreként kezelt, tehát igen, eme műsorban még lehetett hallani Sós 1951-ben, valamint Szirte Sádámot, akivel Horváteri nagyon sokat játszott, és nagyon sokszor alakította az ő feleségét. És amit még szeretnék megemlíteni, az nem más, mint a Szívküldi Szívnek Szívesen című <laughs> műsor, Uha, azért ezt is meghallgattam volna, igen. És ami még szerintem kuriózumnak számít, az nem más, mint a rádió, tánc és népi zenekarának műsora, de megemlíthetjük a Hírek szlovénül című felvételt műsort is. Egyébként ezeket a címeket, vagy összeállításokat azért hagyom sokszor eme részletekben hogy lássuk azt, hogy annak idején milyen műsorok voltak, például 1951-ben. Szerintem sokkal jobbak, mint amelyek napjainkban, de ezt már sokszor elmondtam. Egy 1953-as részlet van itt előttem. Barátnéni ajándéka Túri András írása, közreműködött horvátteri, Bicskei Tibor, igen, őt is nagyon szerettem, Berek Kati, aki horvátteri osztálytársa volt, és említsük még meg többek között Feleki Sárit, mert szerintem az ő neve is ismerősen csenket. Ezt az összeállítást Zsúrzs Éva rendezte, én azt vettem észre, hogy ő elég sok rádiójátékot is rendezett annak idején, ugyanakkor persze beszélni kell különböző tévés műsorokról és filmekről, tévéjátékokról is. Szintén egy 53-as rádiós műsorajánló van itt előttem. Én úgy gondolom, hogy ez is kuriózumnak számít, ugyanis Horváth Teri, a Madács Színház tagja beszélt életéről a Művészek az Ifjúsági Rádió mikrofonja előtt című műsor kapcsán nagyon-nagyon meghallgattam volna 1953-ban, hogy Horváth Teri miről mesélt. Én azt gondolom, hogy ilyen emberekre lenne a szükség, és arra, hogy ilyen emberek meséljenek például a rádiós műsorok kapcsán. 1953-ban Horváth Teri még csak 24 éves volt. De én azt gondolom, hogy már akkor nagyon-nagyon sok minden tudott elmondani, egyrészt saját magáról, másrészt a művészetéről, a szakmáról, az alázatosságról. Hát én visszacsöppennék <laughs> Eme időszakba, és nagyon szívesen beszélgettem volna vele a való életben is, igen. Szerintem ajándék volt minden egyes perc, amit az ember eltölthetett volna vele, vagy amit eltöltöttek vele, annak idején nagyon sokan. Aztán beszélni kell egy 1954-es művész estről. Hát, az az igazság, hogy itt nagyon-nagyon csodálatos neveket találtam. Ez egy nagyon hosszú összeállítás lehetett a kosut Rádióban. Horváth teri nevét is megtaláltam a 11-es szám kapcsán. Ő volt a 11. fellépő, ha jól látom, igen. És akkor említsük még meg Gábor Miklost, ő volt a 34. fellépő, Latabár Kálmánt, Várkonyit, Besenyei Ferencet, Gobbi Hildát többek között, Fisheranit, Anit, Básti Lajost, Gozon Gyulát, Major Tamást, hát a legnagyobb nevek, Ajtai Andort, igen, Rácz Aladárt például, és még nagyon sok más nevet is említhetnék, de szerintem őket mindenképpen ki kell emelni, és akiket még találtam, Tolnai Klári és Darvas Iván. Úr, Istenem, micsoda művészest lehetett, nem? 1954-ben. Szóval akkor azért volt hangulat, én azt gondolom. Biztos, hogy ez egy nagyon fontos, komoly esnek számított annak idején. Aztán beszéljünk a Szakadék című dráma rádió változatáról, ugyanis ebben is szerepelt Horváth Teri, aki egyébként a filmben is, amit ugye eme drámából készítettek, meg kell említeni, hogy Darvas József művéről van szó, igen. A rádió változatot Széchi Ferenc rendezte. A Szakadék című filmet én láttam, amit 1956-ban készítettek tehát úgy tűnik, hogy a rádióváltozat korábban született meg, 1954-ben, vagyis két évvel korábban, mint maga a film. Tudjuk azt, hogy a filmben is főszerepet játszott Horváth Teri, Molnár Tibor feleségeként, és azt látom, egy pillanat meg kell nézni, hogy tulajdonképpen ő itt is nem, nem, azt akartam mondani, hogy itt is Molnár Tibor feleségeként ő szerepelt, de nem, mert itt Kovács Ferenc feleségét alakította, akit Csók István jelentett meg, és Kovács Ferenc név pedig Horváth Teré. Igen. Nem, itt Molnár Tibor a tanítót játszotta, akit a filmben Sinkovics Imre. Igen, de hát ez egy fantasztikus film. A szakadék mindenképpen ajánlom, hogy sokan nézzék meg. A rádió változatot sajnos nem ismerem, hiszen én 54-ben még nem éltem, amit én nagyon-nagyon sajnálok. Akit még meg kell említeni, Orsolya Erzsi, akiről ugye beszéltem, és aki Zsuzsa nénit alakította. Fú, szerintem ez egy nagyon jó kis rádiójáték lehetett. Bánhidi László is szerepelt benne. Szerintem őt sokan ismerik. És meg kell említeni Domján Vilmát. Ő egy kislányt alakított, nem tudom, hogy ő kicsoda, de rögtön Domján Edith neve jutott eszembe. Jó kérdés, hogy Domján Vilma esetleg Domján Edith rokona lehetett? Nem tudom, jó kérdés. Sándor Iza neve is nagyon ismerősen cseng számomra. Utána kellene nézni, hogy ő ki volt. Menjünk tovább. 1954-es szilveszteri tarka estről fogok most beszélni. A műsorban konferált többek között Kellér Dezső, és a közreműködők között megtalálhatjuk horvátterit. Itt most könnyebben megtaláltam, mert ABC szerint, ABC sorrendben sorolták föl a neveket. Aztán nézzük még meg, hogy kik azok, akik nagyon különlegesek és ismert, elismert alkotóknak számítottak többek között, például Benedek Tibor. Hát jó kérdés, hogy őt hányan ismerik, én igen. Több filmben is láttam őt. Berki Lili, Csákányi László, nagyon szerettem az ő hangját. Domján Zsuzsi, Feleki Kamil, Fónai Márta, igen, Gobbi Hilda, Gozon nagyon nagy nevek, Horváth Teri, Kazal László, Kibédi Ervin, Kismanyi, aztán kitemlítsünk meg még, Rádai Imre, igen, Rátonyi Róbert, Salamon Béla, hát igen, róla is tudom azt, hogy kicsoda, természetesen Szentrő József, Szepesi György, Turai Ida, és a műsort, vagy a szilveszteri tarka estet rendezte Horváth Tibor és László Endre. Egyébként Horváth Tibor nagyon sok rádiós műsort és közvetítést rendezett, tehát az ő nevével nagyon-nagyon sokszor találkoztam már. Említsük még meg a földényi kamarakórust, a harsányi együttest, igen, Hát lehet látni a szereposztást, biztos, hogy ez egy nagyon élvezetes szilveszteri műsor volt, december 31-én, 1954-ben. Hát én azt gondolom, hogy az akkori hallgatóság nagyon jól szórakozhatott, és ugyanakkor művelődhetett is. Nem tudom, hogy ez a mai műsorokra mennyire igaz, de menjünk tovább. 1955-ben járunk. Gyermekszínház, a Rádió Gyermekszínháza, ugyanis ilyen is volt még annak idején amely keretében a Hókirálynő című mesejátékot mutatták be. Andersen meséjéből írt a győző László, rendezte török Tamás. A szereposztásban megtalálhatjuk Horváth Terit, aki királykisasszonyt alakított végre, és nem egy parasznénikét, vagy egy cselédlányt. Királykisasszony volt Horváth Teri, igen imádtam volna őt szerintem ebben a szerepében. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen karaktert is eljátszhatott, igen. Szerintem ő fantasztikus király, kisasszony lehetett. És akkor említsük még meg például Berki Lilit, aki nagymamát alakított, a Hókirálynő című mesejátékban, és még említsük meg Szabó Gyulát, aki herceg volt, vele is nagyon sokat játszott Horváteri, valamint Csákányi Lászlót. Nagyon szerettem az ő hangját, aki hollót alakított. Igen. Mesélő, győző László. Egy 1955-ös rádiós műsorról mesélek most, mintha ott lettem volna. Látogatás a könyvek, hanglemezek és zeneművek boltjában. Hát ez, ez egy nagyon érdekes közvetítés lehetett. Közre működött többek között Horváth Teri. Gyimesi Pálma, Berki, Lili, Kárpáti Zoltán, Lukács Margit, Márkus Ferenc, Rafael márta, és emeljük még Kisós Lajost aki szintén nagyon sokszor feltűnik a különböző rádiós műsorok kapcsán, rendezte Rácz György. Optimista tragédia. Közvetítés a Petőfi Színházból, három felvonásban. 1957-es rádiós közvetítésről beszélek. A szereposztásban megtaláljuk Horváth Terit, aki itt öregasszonyt alakított, hát ugye erről beszéltem, tehát itt nem egy király kisasszonyt, hanem egy öreg asszonyt. 57-ben. 57-ben Horváth Teri 28 éves volt. Hát 28 évesen öreg asszonyt alakítani. Én ezt nem is értem, hogy ezt miért ráosztották ezt a szerepet, de oké, okay, fogadjuk el. Jó. Beszéljünk Bán Kizsuzsáról, Görbe Jánosról, Kozák Lászlóról, Bánhidi Lászlóról valamint Mádi Szabó Gáborról, Inke Lászlóról, Agárdi Gáborról, akik szintén szerepeltek eme mű kapcsán. Fantasztikus lehetett, tehát ilyen rádiós műsorokat hallgatni. Hát szerintem maga lehetett a Mennyország, és a darabot Kazimir Károly rendezte. Hát igen, szóval itt olyan nevekről kell beszélni, hogy hát egészen elképesztő. Ezért mondtam azt, hogy tényleg nagyon jó ezeket a régi műsorúságokat böngészgetni. Barbárok. Moritz Zsigmond novelláját rádióra alkalmazta Juhász Tibor. Ez egy 1958-as közvetítés volt a Barbárok című filmet láttam, ugye készítettek egy filmet is ebben műből, amelyben főszerepet játszott Horváth Teri, szerintem egészen elképesztően, de itt is megtaláltam az ő nevét, tehát már a rádiós műsor kapcsán is szerepelt a Barbárok című műben Horváth Teri valamint uh, emeljük ki Baló elemért, például Márkus Ferencet, és uh, mondjuk még uh, legyen Horváth József, vele is nagyon sokat uh, játszott együtt Horváth Teri, igen. Rendezte Barlai Gusztáv. Hát jó kérdés, hogy a Barbárok című műből uh, hogyan hangzott uh, eme rádiós uh, játék változat. Szerintem biztos, hogy fantasztikusan, főleg akkor, hogyha Horváth Teri is szerepelt benne. Nagy mosoda. Gelléri Andor Endre írásából egy rádió is készítettek, ugyanakkor három novellából, többek között ebből is, a Vasvirág című filmet, amiről ugye már beszéltem is, amiben Avar István és Töröcsik Mori volt a főszereplő. Mariskát a rádió drámában Horváth Teri alakította, de ő már a Vasvirág című filmben nem játszott, nem szerepelt, amit én sajnálok. Igen. Viszont meg kell említeni Kálai Ferencet, Vidor Ferikét, aki egy nő volt, és nem fiú-férfi, és ki az, akit még mindenképpen ki kell emelni? Maklári Jánost, szerintem, igen. Örök szerelem. Számomra horvátteri mindenképpen ezt jelenti, de most beszéljünk arról a közvetítésről, amelyet a Magyar Rádió eszközölt a Jókai Színházból. Horvátteri Pannit alakította, 1959-ben. Dajka Margit, Inke László, Somogyvári Rudolf, Csákányi László, Peti Sándor, Bánhidi László, és szerepelt Eme darabban. Őket szerettem volna mindenképpen megemlíteni. Menjünk tovább. 1959. A tűz márciusa rádiójáték a tanács köztársaság diák lányairól. Egészen elképesztő harmadik rész írta Osvát Zsuzsa, rendezte Varga Géza. Szereplők Lengyel Erzsi, Gyurkovics Zsuzsa, Horvátteri, Bicskei Tibor, Súlyok Mária, nagyon szerettem Súlyok Máriát, Bodrogi Gyula, Márkus László, Békés Ittala, a Hacser Józsa, milyen nevek, Komlós Júci, Orbán Viola, Földényi László, igen, az ő nevüket szeretném mindenképpen kiemelni, hát Pádua Ildikó neve is ismerősen cseng, de bevallom, hogy nem annyira kontúrosan, Horváth Teri, Horváth Marist alakította, tehát mondjuk azt, hogy nagyon hasonló névvel működött itt, mint amilyen az eredeti neve. Hát érdekes lehet az, amikor valaki egy olyan szerepet alakít, amikor a vezetéknevek ugye megegyeznek, tehát Horváth Teri, Horváth Maris volt, a Tűz Március a című bemutató kapcsán, és akkor itt a következő Képpen végre láthatunk róla egy fotót. Ez egy 1960-as bemutató. Nagy sikert aratott a 8 Hold Föld című dráma egyik jelenete, tehát nem csodálom. Ugyanis Rozika szerepében horvát terítűnt föl. Nagyon-nagyon megnéztem volna ezt a jelenetet, ugyanakkor a filmet is, de sajnos nem találtam meg sehol, de remélem, hogy egyszer fellelem. Hát nagyon érdekes egyébként ez a kép, mert látszik a kamera is jobb oldalon. <té> TV, fotó, vörös. Ennyit lehet tudni, igen. Hát azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint egy standfotó. Annak is lehetne nevezni, és Horváth Teri pedig ott fekszik. Középen. Igen, nagyon aranyos egyébként, imádom őt. 1960-ban Horváth Teré 31 éves volt. De hát itt olyan, mint egy kislány tulajdonképpen. 1961. Közvetítés a Víg Színházból. Békák tava, színjáték három felvonásban. Írta Kodolányi János, rendezte Kazán István. A szereplők között láthatjuk Horváth Terit, ő a Mariskát, a Hugot, és emeljük még ki például Tordi Gézát, táborinórát, Mádi Szabó Gábort, Györfi Györgyöt, igen, őt is tudjuk, hogy ő kicsoda, Petes Sándort, Láng Józsefet, Sándorizát, Schubert Évet, Ó, micsoda nevek. Igen, igen. Jó. Menjünk tovább. Itt van előttem egy 1961-es szalai fotó. Igen, Szalai Zoltán egyébként nagyon sok korabeli fotót adományozott, például a Fortepen oldal számára, amelyeket én felszoktam használni előszeretettel. Itt láthatjuk jobb oldalon Horváth Terit, aki annyira aranyos volt, annyira lehetett rajta látni és érezni azt, hogy ő szerényebb volt, hogy ő nem tolakodott előttérben, nagyon alázatos művész volt, pedig itt még ő nagyon-nagyon fiatal volt, 32 éves, igen. Nagyon szeretem ezt a képet róla, mert rengeteg mindent el tudok róla így mondani. Eve fotó kapcsán nagyon érzem az ő lelkét, lelki világát, tényleg olyan, mint hogyha ott lettem volna. És akkor nézzük meg azt, hogy miben szerepelt itt. Azt írják, hogy Barlai Vali, Lengyel Erzsi, Szigeti Géza és Horváth Teri az Illik Nem Illik című ifjúsági műsor felvételén látható. Igen, 1961-ben egy rádiós felvétel kapcsán. Hát igen, így néztek ki az akkori felvételek. 1961. A kulcs. Kostolányi Dezső novelláját rádióra alkalmazta Kosztolányi Dezsőné. Te De jó Isten, mit találtunk! Hát ez nem semmi. Na hát ez igazi kuriózum. Fúha! Hát én ezt nem is tudtam, hogy Kosztolányi Dezsőné alkalmazta a rádióra ezt a novellát. Ez egészen elképesztő. És hogy milyen neveket találhatunk itt a közreműködők között. Feleki Sári, Horvátteri, Gera Zoltán A kulcs című novellát én egyébként nagyon szeretem, de ugyanakkor Kosztolányi Dezső novelláit is, szinte mindegyiket, amelyekkel már a 90-es években megismerkedtem, és több novellát is feldolgoztam különböző filmelemzések által. Hát a kulcs című írását még nem, de például a fürdést és a kínai kancsót igen, érdemes őket meghallgatni. Ezeket a felvételeket meg lehet találni a csatornákon, a méda oldalakon. De hát én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon-nagyon nagy kuriózumnak számít. Ez egy 1961-es műsor, amit Kosztolányi Dezsőné alkalmazott rádióra, mármint a novellát, a férje novelláját. Megmondom őszintén, hogy amikor ezt az ajánlót találtam, nem fedeztem föl Kosztolányi Dezsőné nevét. Én folyamatosan csak horvát koncentráltam, igen, hogy megtaláljam azokat a cikkeket, újságokat, amelyekben ő felelhető, de hát mondjuk azt, hogy ez az élő adás varázsa, nem? Igen. És ez tényleg valami szempontból varázs. Na, itt van egy újabb kuriózum. 1961. Itt már RTV-ről kell beszélni, és nem MR-ről, vagyis Magyar Rádió újságról, hanem RTV-ről, ugyanis itt már 1961-ben, vagy 61-től már ugye a televíziós műsorokat is fel lehetett lelni az újságokban, igen, ha jól tudom, akkor 61-től, 60-ban még nem. Tehát 60-ban még nem beszélhettünk RTV-ről, csak MR-ről, MR újságról, Magyar Rádió Heti Lapról. Igen, igen. És 61-től jött a váltás, nyilván azért, mert akkor már televíziós műsorok is ö, voltak. És a Ludas Matyi 1949-es filmet is műsorat tűzték, igen, láthatjuk itt, hogy este 8-tól vetítették ezt a csodálatos filmet, melynek főszereplője volt Sós Imre és Horváth Teri. Azért is különleges szerintem ez a cikk, mert Sós Imre nevét akkor még nem két óval írták, hanem csak egy óval. Aztán később Sós Imre névvel szerepelt ugye ő nagyon sok helyen. Horváth teri Pirost alakította. Meg kell említeni Hegyi Barnabást, aki az operatőr volt, és azt, hogy a Ludas Matyi című filmet Nádasdi Kálmán és Ranódi László rendezte, vagyis ketten. A szereposztás szerintem egészen elképesztő. Solti György, Görbe János, Pártos Erzsi, Somlai Artur, Kismanyi, Rutkai Éva, Szakács Miklós és szerepeltek eme filmben. Hát azt gondolom, hogy a Ludas Matyi című 49-es alkotást lehet, hogy mindenki ismeri. Én biztosan. És hát mondhatjuk azt, hogy főleg horvátteri kapcsán, de hát én Sós Imrét is nagyon szerettem ebben a műben. 1961. A rádió Színház bemutatja szól a szóla harang Sásdi Sándor rádió drámáját rendezte Vadász Gyula. Magda szerepében Horváth Teri tűnt föl, játszott benne többek között Agárdi Gábor, Töröcsik, Mari, Csákányi László, és akkor mondjuk el az összes nevet, valamint Orbán Viola. Igen. 1962. Betörők, bírák, bűvészek és társaik, szatirikus irodalmi műsor. Fú, szerintem ez egészen zseniális lehetett, <laughs> nagyon különleges. Szereplők többek között Básti Lajos, Bilicsi Tivadar, Gozon Gyula, Horváth Teri, Gábor, őze Lajos, Petes Ferenc, Petes Sándor, és kitemlítsünk még meg Szentrő Józsefet mindenképpen, valamint Várkonyi Zoltánt. Hát nagyon nagy nevek. Uram Isten! És Várkonyi is rendezte egyébként ezt a műsort, Televízióra írta Zádor András, tehát ez egy tévés műsor volt, és nem rádiós műsor. Fúha, hogy de megnézném ezt. Hát hol lehet ezt föllelni? Jó kérdés, hát a tévés archívumban csak sajnos. Ezeket a műsorokat nem teszik közé, de hát én szerintem évekig ezeket a korabeli régi műsorokat nézegetném, vagy azt is mondhatnám, hogy életem végéig, hogyha mindegyiket föltárnák. 1962. Hagymácska című zenés gyermekkomédia. Hát komolyan mondom, hogy én még ezt a meghatározást, műfai megnevezést nem hallottam. Ilyen összetételben, hogy gyermekkomédia. Pfff, hát ez egészen zseniális. Horváth Teré alakította Cseresz Én ezt a gyermekkomédiát láttam. Bevallom, őszintén láttam, Hát nagyon-nagyon különleges, mondhatnám azt, igen, ez a felvétel rendezte Kat Kicsilona, és a szereplők között megtalálhatjuk Lengyel Erzsit, Suka Sándort, Mészáros Ágit, Kóti Katit, igen, például. És itt uh, Horváth Terinák, nagyon rövid volt a haja, és ha jól emlékszem, akkor egy rövid nadrág volt rajta. <laughs> igen, és olyan volt, mint egy kisfiú tulajdonképpen. Cseresznyécske. Hát jó kérdés, hogy ő egy kisfiút alakított el, de szerintem igen. Ő sokszor alakított egyébként fiúkat, kisfiúkat. 1962. Az RTV újságból tudhatjuk meg, hogy az Okos Katica című mesejátékot is levetítették, népmesei motivumok alapján írta Csetényi Anikó, rendezte László Endre, és ki volt okos Katica, nem más, mint Horváth Teri. Hát igen, csak ő lehetett, hiszen ő amúgy is egy nagyon okos nő volt, akit szeretnék még megemlíteni, Mezei Mária, aki király asszonyt alakított. Hát, Mezei Mária is fantasztikus, színművésznő volt, Valamint meg kell említeni Bilicsi Tivadart, szerintem őt mindenki ismeri, és Tompa Sándort. És említsük még meg a Hopp Mestert, akit Kibédi Ervin alakított. Ó, Istenem, de szeretnék most 1962-ben lenni, és nem 2022-ben. Hát igen. Az ékesen szóló paraszt története. Rádiójáték. Négyezer éves egyiptomi meséből írta Bojki János. Hm. Fú, ez is egy különleges műsor. Gondolom, hogy annak számított. Az ékesen szóló paraszt nem más, mint Szirtes Ádám. Vagyis, hogy ő alakította ezt a szerepet. A feleségét Horváteri, igazából én nem is lepődöm meg, hogy Horváteri alakította Szirtes Ádám feleségét, Mire, hogy ez nagyon-nagyon sokszor előfordult. És akkor játszott még Eme mű kapcsán Csákányi László, Tompa Sándor, Horváth József, és kitemlítsünk még meg például Gál Sándort. Igen, az ifjúsági Rádió műsora Van még ilyen? Szerintem nincs, ugye? Nem gondolom, hogy lenne sajnos pedig milyen jó lenne. 1962. A Rádió Színház bemutatja a Vándorórás című rádiójátékot. Rendezte Seregi László, írta Katkó István. Horvátteri Rózsit alakította. Akit még szeretnék megemlíteni, Sós Lajos, Gyenge Árpád, Verebes Károly, Nárai Teri. Menjünk tovább. 1962, vidám este Rátonyi Robertel, és itt láthatunk róla egy karikatúrát, szerintem felismerhető. Igen. Jó, közre működött többek között Galambos Erzsi, Horváth Teri, Latabár, Árpád, Latabár, Kálmán, és Német Marika például. 1963, Babona parádé, a Szemes Piroska. Rendezte Déri Éva. Fú, szerintem nagyon-nagyon ritka volt az, hogy női rendezői névvel lehetett találkozni. Jó, közre működött Fónai Márta. Ott egyébként én nagyon-nagyon szeretem. Benedek Tibor, Gobbi Hilda, horvátteri. Aztán kitemlítsünk még meg Pécsi Sándor. Nagyon szeretem Pécsi Sándort. Igen, igen és ez is az ifjúsági rádió műsora volt. Babona parádi. Hát, komolyan mondom, hogy el tudom képzelni, hogy milyen hangulat lehetett akkor. Csodálatos. Közvetítés a Tália színházból. Bűn és bűnhődés. 1963. Dostoyevsky drámája a három felvonásban csak 14 éven felülieknek. Rendezte Egri István. Horváth Teré és játszott eme drámában. Akkor ki az, akit még mindenképpen ki kell emelni? Kautsky József, Keres Emil, Dajka Margit, Sütő Irén, nagyon szerettem Sütő Irént is, Temesi Hédi, Szabó Gyula, Böröndi Kati, Inke László, Peti Sándor. A közvetítés 7 óra 5 perckor kezdődött. Három felvonásos. Fú, azért ez egy elég erős közvetítés lehetett, és dráma, színpadi bemutató. Igen. Hát megnéztem volna 63-ban. És azt is, hogy milyen volt horvátteri. Fú, gyerekek. Hogy én miről maradtam le? Te jó Isten. Itt most újra egy 61-es mesejátékot láthatunk. A címe a hat cimbora. Grimm meséjéből írt a csetényi Anikó rendezte Gál Péter. Pétert, a szegény legényt, Szirtes Ádám alakította, és akkor gyorsan keressük meg horvátteri nevét. Hú, nem lesz könnyű, de meg, meg van, jó? Kocsmárosnét alakított. 1961-ben. Igen, 1961-ben. És akkor nézzük még meg, hogy kit kellene kiemelni. Szerintem rajz Jánost, őt is nagyon szerettem. Jó, lehet, hogy menjünk tovább, mert nagyon sok minden van még itt előttem. 1963, így írunk mi, az ifjúsági rádió irodalmi pályázatának jutalmazott művei. De jó, közre működött Bodrogi Gyula, Csűrös Karola, Hacser Józsa, Harkányi Endre, Harkányi Ödön, Horváteri, Lengyel Erzsi, Pásztor Mária, Petrik József, Rutkai Éva, te jó Isten! Fú, hát ez egy egészen elképesztő műsor, amit találtam, rendezte Déri Éva. Most gondoljuk el azt, hogy kiírtak annak idén egy irodalmi pályázatot, gondolom, hogy fiatalok számára, és a díjazott műveket például többek között a Rutkai Éva olvasta föl. Hát ha mondjuk 63-ban már éltem volna, akkor lehet, hogy az én egyik díjazott művemet a Rutkai Éva olvasta volna föl, vagy mondjuk horvátteri. Ó, te jó ég! Hát igen, én mondjuk annak idén sok pályázaton vettem részt, de sajnos Rutkai Éva és horvátteri nem olvasta fel őket, hiszen akkor ők már nem értek. Hát igen, ez az én legnagyobb szívfájdalmam egyébként, hogy, hogy én nem foglaltam helyet emekkorban. 1963. Az ifjúsági rádió színpad bemutatója az Összecsapás című eseményjáték Kékesdi Gyula műve rendezte Zsúrzs Éva. Eseményjáték. Hát Ilyen műfai meghatározással sem találkoztam még. Horváth Teri Szabó Terit alakította. Na, hát itt nem a vezetéknevek, hanem a keresztnevek egyeznek meg. Tehát Teri Terit alakította. Igen, és akkor még mindenképpen meg kell említeni például Avar Istvánt, aki vili volt emel történet kapcsán, valamint Siménfalvi Sándort és Tompa Sándort. Jó. Menjünk tovább. 1964, fú, ezt nehezen látom, az ifjúsági Rádió színpad bemutatója, a Bicska. Rendezte Varga Géza. Olti Magda is szerepelt benne, ugye, aki Pálos György felesége volt. Lengyel Erzsi. Bihari József, horvátteri. Bihari Zoltán. És Galgoci... Imre. 1964. Közvetítés a Tália Színházból legenda a dicsőséges feltámadásról. Ó. Misztérium játék. Rendezte Szinetár Miklós hangfelvétel. A szereposztásból Peti Sándor, Szabó Gyula, Somogyvári, Rudolf, Inke László, Bánhidi László, Dajka Margit, Sós Edit, Hacser Józsa, Lengyel Erzsi, Horvátteri Madaras József. Milyen nevek! Elképesztő! 1964. 20 óra. Folytatásos rádiójáték, és ez volt a hatodik rész. 15 óra 15 perckor kezdődött. Sánta Ferenc kisregényét rádióra alkalmazta és rendezte Cserés Miklós. Fú! Igen, játszott benne Bihari József, Horvátteri, Besenyei Ferenc, Pápai Erzsi, Molnár Tibor, Szirtes Ádám, Szabó Gyula, Gyimesi Pálma, nagyon nagy nevek, és ezt tudjuk nagyon jól, hogy a 20 órából készült egy fantasztikus film, amelyben szintén játszott Horvátteri. És ezt a filmet is ugye megemlítettem, akkor, amikor az ő filmes szerepeiről beszéltem. Hát a 20 óra című filmdráma, hát az egyik legnagyobb filmművészeti alkotás. 1964. Itt láthatjuk Horváth Terit nagyon csábosan, miképpen Szabó Gyulád bűvöli. <laughs> Igen, méghozzá a Kakuk Marci című mű kapcsán, a Jókai Színház bemutatója volt, és a közvetítés pedig este 7 órakor kezdődött. Ez az MTI fotója, Bartal felvétele. És az 1964-es rádió és televíziós újságból származik, ugye? ez a kép. Vitézek és Hősök tévéjáték 1964-es bemutató azt írják, hogy az 1959-es bemutató ismétlése rendezte Zsúrzs Éva. Játszott benne Bulla Elma, az egyik legnagyobb név, Sinkovics Imre, Máté Erzsi, Inke László, Urai Tivadar, Horváth Teri. Aki Júlcsát alakította. Horváteri Bihari fel. 1965-ben szalai felvétel egy rádiós felvétel kapcsán. 1965 Nemzetközi Rádiójáték Fesztivál, köznapi legenda Sós György rádiójátéka. A szereposztásban megtalálhatjuk, horvát terít természetesen. Nagyon fontos erről a rádiójátékról beszélni, hiszen szerepelt benne Latinovics Zoltán is, akiről szintén készítettem egy előadás sorozatot, ami több mint tíz órás. Bihari József is játszott eme rádiójátékban, valamint Kismanyi Szabó Gyula, akiket ugye horvát nagyon, de nagyon szeretett. Menjünk tovább. Szintén 1965-ben járunk még, és a Rádió Színház mutatta be a Határidő Napló című rádiójátékot. Horváth Teri is játszott benne természetesen, hiszen ezeket a cikkeket és ajánlókat válogattam ki, és akit még szeretnék kiemelni, a nem más, mint Gábor Miklós. Szerintem ez az előadás is nagyon nagy kuriózumnak számított. Ugyanakkor meg kell említeni Váradi Hédit, Ajtai Andort, Böröndi Katit. 1965 falusi délután című sorozat, amely... ...nek keretében a Parasztok című művet vagy összeállítást adták elő, közreműködött Avaristván többek között, Berek, Katalin, Horváth, Teri, Kohut Magda, pártos Erzsi, Szabó Gyula és Pálos György, aki ugye az én egyik legnagyobb kedvenc színművészem, nagyon-nagyon szerettem őt. 1966, szintén Nemzetközi Rádiójáték Fesztiválról beszélünk. A Cipők Éneke című rádiójáték, Sors György műve, szereposztás, Mádi Szabó Gábor, Domján Edit, Horváteri Béres Ilona. Hát az ő nevével szerintem eme felsorolások kapcsán most nem találkoztunk, és akit még szeretnék kiemelni, ő nem más, mint Polonyi Gyöngy, akit szerintem lehet, hogy kevesebben ismernek, én igen. 1966. Tiszán innen Dunán túl. Ha jól látom, akkor ez egy megyei vetélkedő volt, méghozzá az első forduló, és itt is láthatjuk Horváth Terit, mint közreműködőt, valamint Vitrai Tamást, mint játékvezetőt. Hát szerintem ez is egy nagyon különleges műsor lehetett. Az jutott eszembe, hogy 1995-ben, igen, 95-ben, ami már nem ma volt, én is részt vettem egy nagyobb volumenű vetélkedő műsorban, amit szintén közvetített a televízió. Hát tulajdonképpen ez egy városi nagy vetélkedő műsor volt egy sportcsarnokban, és ott én voltam az egyik műsorvezető, 15 évesen, elsős gimnazistaként. Ez jutott eszembe erről az összeállításról, és ugye az alsó fotón láthatjuk Horváth Terét, aki nagyon, de nagyon csinos volt. Itt pedig egy 68-as felvétellel találkozhatunk. Hát Horváth Teri ugyanis a díjat kapott, aminek én nagyon örülök, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ugye itt egy interjút készítettek vele. Igen. <laughs> nagyon érdekes, hogy ugye mindig konyban hordta a haját összefogva. Igazából szerintem nem is nagyon lehet olyan felvételeket találni, nagyon-nagyon ritkán, ahol ki volt engedve az ő haja. 1970, Budapesti Művészeti Hetek, Rőzse Tűz a Sári Gyöpön, a Magyar Rádió és a Korona Pódium műsora, főszerepben Horváth Teri, hát ki is lehetne más természetesen, hogy ő volt a főszereplő, aminek szintén nagyon örülök, és szeretném kiemelni Pribolszki Mátyást, itt szerintem elírták a nevét, mert az ő nevét nem így kellett írni, hogy Pribolszki, hanem Pribolszki Mátyás, ő Citerán közreműködött, és vele én 2000, talán 12-ben, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy egy picit korábban, talán 2008-ban, vagy 2009-ben, most nem tudom pontosan, de készítettem egy hosszabb interjút, egy portrét, ami megjelent egy nagyobb városi színás újságban, magazinban. Tehát én innen ismerem őt, igen. Menjünk tovább, itt láthatunk egy fotót. Stankai Istvánnal dolgozott együtt Horváth Teri. Nagyon szeretem ezt a képet, nagyon közel áll hozzám mert én is hasonlóan öltözködöm, mint ahogy a nő. Hát azt is mondhatnám, hogy ugyanígy. <laughs> és ez a kép nagyon-nagyon emlékeztet saját magamra, tényleg olyan, mint hogy a horváteria, nem is tudom, hogy kim lenne másik felem, a nőim, mint a képem, nem tudom, nagyon érdekes, de, de erről a képről abszolút önmagamra ismertem, és nagyon érzem a gondolatait, az érzéseit a fotó által. És igen, azt kell kiemelni, hogy ez is szintén szalai fotó, amit a Fortepán oldalon meg lehet találni, az eredeti képet, igen, és ezt is használtam már többször. Hú, szerintem ez egy nagyon különleges felvétel, nekem itt nagyon-nagyon tetszik horvátteri játéka vagy mozdulata. Ez egy 1971-es műsor ajánló, az RTV-ben lehetett látni, Címe három arckép, a paraszt sorból művészélet, színésznő életútján és portréján túl, a film a felszabadulás utáni népi kollégiumi mozgalom hatásáról is képet ad. Író Tomkai Judit, szerkesztő Balla Katalin, és hát ugye Horváth Terit mutatták be elsőként, és nagyon szerettem volna megnézni ezt a műsort, de sajnos nem találtam, illetve csak egy ajánlót, pedig szerintem nagyon jó lenne, hogyha közzé tennék ezt a, hát a hosszabbik változatot is, mert szerintem nagyon-nagyon csodatos, pozitív energiával tudna bennünket így is ellátni Horváth Teri a gondolatai segítségével. Ez is egy nagyon különleges kép, fotó. Horvátterit lehet látni, és Esztergályos Ceciliát, Horvátteri bolygónét alakította. Egy 1971-es RTV újságban találtam ezt az összeállítást. Meg kell említeni még Temesi Hédit, akit én azt gondolom, hogy sokan ismernek, ő is játszott ebben az alkotásban, hát sajnos ezt sem találtam még meg eddig sehol. De egyébként nagyon sok filmet fölleltem, szerencsére, amelyekben meg tudtam nézni azt, hogy Horváth Teri milyen csodálatosan játszott különböző fő vagy mellékszerepeket. 1973. Horváth Teri és Csányi Miklós rendező, miképpen éppen ugye dolgoznak, igen, Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy itt a kulisszák mögé nyerhettek betekintést az akkori nézők, és amit még szeretnék megemlíteni, amit szándékosan hagytam eme kép alatt, az pedig nem más, mint a bűvészet történet, Rodolfo bűvészműsor sorozata. 73-ban, tehát ilyen még volt hát én Rodolfóra emlékszem. És a bűvész dobozra is, nekem is volt egyébként ilyen bűvész dobozom. Tehát 73-ban Rodolfónak volt egy saját ö, sorozata, műsora, hát egészen elképesztő volt, de bevallom őszintén, hogy én innen, szerintem mindenre emlékszem. Közre működött Kertés zsuzsa, nem 73-ban láttam, mert akkor én még nem éltem, de szerintem később a 80-as években is többször levetítették ezt a sorozatot, mert én, én, igen, én konkrétan emlékszem erre a műsorra, és talán arra is, hogy Kertész Zsuzsa közreműködött benne. Szóval szerintem ez egy nagyon különleges cik. a következő is nagyon fontos, 1974-es eseményről fogok most eképpen tudósítani. Oda a kritikusok díját, és ki más kapta volna a színészi alakítás díját, mint Horváth Teré? Hát ez teljesen egyértelmű, igen. És azt írják, igen, hogy az említett vészi darabban nyújtott teljesítményért kapta ezt a díjat. És akkor itt lehet elolvasni, úgy, hogy milyen műről van szó, és meg kell említeni a hogy Zoltánt a Krúdi Fantázia Rezeda Kázmériának alakításáért, hát igen. Tehát ezért mondtam azt, hogy ők ketten állnak hozzám a legközelebb, és hát most már horváteriről, valamint latin, hogy Zoltáról is van több mint tíz órás önálló előadásom, hát nyilván nem véletlenül. Jó. Erzsébet város, 1975-ös bemutató, itt láthatjuk az alsó képen Horváterit, Rádai Imrét és Drahota Andrát, Igen. Ez is egy RTV újságból származó ajánló cikk. Igen. Jó, menjünk tovább. 1975 még szintén a Fekete Macska tévéjáték. Ezt a tévéjátékot kerestem nagyon-nagyon sok helyen, különböző archívumokban, de sajnos nem találtam meg. Kár pedig nagyon szívesen megnézném, ugyanis ebben is játszott horvátteri. Meg kell említeni Szirtes Ádámot, akivel ő rengetegszer szerepelt, valamint Jobba Gabit, róla is tudom, hogy ő kicsoda. És akkor még szerintem Solti Bertalant kellene kiemelni, valamint Csomós Marit. És akkor itt van még egy tévéjáték, amit szintén kerestem, de sajnos ezt sem találtam meg, ez pedig nem más, mint a felfedezés az erdőben, ugyanis ebben is szerepelt horvátteri. Hát, ha jól látom, igen, akkor ez egy 1975-ös műsorújságból való, de nem tudom, hogy a filmet pontosan mikor készítették. Nézzük meg a szereposztást, hát megtaláljuk benne ismételten Szirtes sádámot, teljesen természetes és egyértelmű Molnár Tibort vele is, nagyon sokszor játszott Koncz Gábort, Bánhidi Lászlót, Mór Mariant, Pártos Erzsit, Siménfalvi Sándort, és még egy valaki, gyorsan említsünk meg Bánhidi Lászlót, mondtam már, nem tudom, szerintem még nem, ugye? Jó, ha mondtam, akkor Orbán Viola legyen a következő. Rendben, 1975, Német László Gandhi című, Művel, dráma két részben a Tália Színház előadása felvételről. Igen, és akkor nézzük meg, hogy horvátteri kit alakított, egy hindu asszonyt. Na, szerintem ez a szerep nagyon jól állhatott neki, nagyon szívesen megnéztem volna. Említsük még meg Kozák Andrást, Harsányi Gábort, Rátonyi Róbertet, Drahota Andrát, Sáfár Anikót, Verebes Károlyt, és például Rutkai Ottot és Gávölgyi Jánost, és ezt az előadást Kazimír Károly rendezte. 1976. Itt a Húsvét című tévéfilm ajánlóját láthatjuk. Ördög szilveszter novellái alapján írta és rendezte Várkonyi Gábor. Ez is egy RTV-s műsorújságból származó cikk és játszott benne Hegedűs Géza, Horvátteri, Iványi József, Páger Antal. Hát Iványi József neve nem igazán cseng számomra ismerősen, a többieké természetesen igen, és szerintem még emeljük ki Sós Lajost, akit ugye nagyon sokszor megszoktam említeni. És akkor itt láthatunk a másik cikk kapcsán Horvát Teriről egy fotót, és hát persze már megint kendőben van, mint szinte majdnem mindegyik filmben és szerepében, amit én valamilyen szempontból nagyon sajnálok, vagy sajnáltam, mert ahogyan mondtam, szerintem őt nagyon sok más szerepben is ki volna próbálni. Nagyon sokszor eltakarták az ő arcát, a haját, az alakját, pedig ő nagyon csinos volt, nagyon szép szerintem és nem kellett volna mindig ezeket a kendőket ráaggatni, de hát igazából mondhatjuk azt, hogy ő tényleg nagyon sokszor alakított ilyen kendős, falusi nőket, vagy paraszt asszonyokat, és itt láthatunk egy hosszabb párbeszédet, az ördög szilveszter novelláiból készült tévéfilm forgatókönyv részletét. Hát most ezt el kellene olvasni, de nyilván nem fogom. Horvát terít éppen mosogat. Egyébként a nagymamám is hasonlóképpen mosogatott. Még az is lehet, hogy a 2000-es években is. Igen. Ezt a művet sem láttam sajnos. Próbáltam megkeresni, de nem láttam, nem találtam sehol. Hát ezért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy ezeket a műsorokat nem lehet föllelni, pedig szerintem nagyon értékesek, nagyon sokat lehetne belőlük és általuk tanulni. 1978. Rádiószínház. Használt koporsó. Galgóci Erzsébet rádiójátéka, amelyben Julit alakította Horváth Teri. A főszereplő Gobbi Hilda volt. Igen, hát tudjuk azt, hogy Galgóci Erzsébet Gobbi Hildával élt együtt. Igen, és ha jól tudom, akkor Galgóci Erzsébet kifejezetten Gobbi Hildának írta ezt a darabot, hát azért, hogy ezt ő eljátsza, amiben ugye ő Berta alakította, és akkor emeljük még ki, mondjuk Kránic Lajost, Hegedűs Erzsit, Szabó Évát. Azért szerettem volna mindenképpen megemlíteni ezt a művet, a Használt Koporsó című alkotást, ugyanis ebből nem csak rádiójáték született, hanem egy tévéfilm is, amit én láttam. De benne már nem szerepelt Horváth Teri. Hát kétszer láttam ezt a filmet, és végignéztem a szereposztást is, nem, nem láttam, nem találtam, viszont szerepelt benne sücila. Ila, igen, pedig szerintem, amikor ez a film készült, akkor még horvátteri biztos, hogy élt, csak valószínű, hogy akkor ő már idősebb volt, és ott is Gobbi Hilda alakította Berta nénit. Igen, tehát ezért mondtam azt, hogy Galgoci Erzsébet, ha jól tudom, akkor kifejezetten neki írta ezt a darabot, művet, meg magát, ugye a filmet is. Ezt a filmet uh, valahol meg lehet találni az interneten, hát nem tartozik a kedvenceim közé. Hát Gobbi Hilde nagyon jól alakított, de de, de sem a témát nem szerettem, és magát, a, 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 hát a filmnek a hangulatát sem. Bár, ahogy én mondtam, nagyon sajnáltam azt, hogy uh, horváth Teri a filmben már nem szerepelt, ami érdekes, hiszen itt a rádiójátékban volt egy fontosabb szerepe. Igen, egyébként azt vettem észre, hogy vannak olyan művek, amelyeket először feldolgoztak úgy, mint rádiójáték, aztán ezeket a műveket ugye filmre alkalmazták, és akkor vannak olyan szereplők, akik Totálisan megegyeznek, és szinte a szereposztás is, de ez nem mindig igaz. Tehát vannak olyan szereplők, akik mondjuk már a filmekben nem szerepelnek, vagy más szerepeket kapnak, mint a rádiójátékokban, de nyilván, hogy ha már a rádiójátékok kapcsán is előadták ezeket a műveket, akkor sokkal könnyebben tudtak működni a filmekben, hiszen akkor már ismerték, ismerhették ezeket a történeteket. És akkor, szerintem ez lesz az utolsó műsor, amiről beszélni fogok, ez pedig nem más, mint a Susu a sárkány zenés bábjáték. Hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból én ezen is nőttem föl a 80-as évek legelején, de akkor még csak bakelit lemezeken tudtuk meghallgatni magát a Susu a sárkány című zenés játékot, ez a bakelit lemez, illetve nekem nagyon sok bakelit lemezem megvan még egyébként, de ez is megvan, igen, féltve őrzöm ezeket a kincseket. Hát akkor még csak olyan 70-80-90, maximum 100 forint volt egy lemez. igen, tehát az ár cédulákat is, vagy címkéket is lehet látni. A lemezeken. Egyébként erről a gyűjteményről is készítettem egy hosszabb felvételt, amit szintén meg lehet találni az előadások között. Na most, a Sosó a Sárkány, Zenés, Bábjátékban, amit ugye Csukás István írt, magát a történetet, ebben fellelhetjük Horvátorit, gyorsan meg is kellene keresni. Igen, otthon a legvégén ő alakította dadát, és szerintem a Balok Klára név az arra utalhat, hogy ő mozgathatta magát, ezt a bábot. Igen. Mert ugye látjuk azt, hogy itt több név is van, tehát nem csak a, a színészek, színművészek nevét lehet látni, akik ugye a hangokat kölcsönözték a különböző báboknak. Tehát ugye. Minden egyes báb kapcsán ö, valaki kölcsönözte a, az élő hangot. Tehát a dadának Horváth Teri adta a hangját, és hát gondolom, hogy Balok Klára volt az, aki mozgatta magát ö, ezt a bábot. Nagyon érdekes, igen, süsű, kemény Henrik valamint Pehárc Imre volt, tehát valószínűleg igen, ők mozgatták a süsőt, igen, 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 mert ha jól emlékszem, akkor ketten voltak, igen, és a hangját pedig Bodrogi Gyula adta, tehát ezt gondolom, hogy mindenki tudja, hát igen, <laughs> ahogy mondtam, én is a 80-as évek elején találkoztam ugye ezzel a történettel, még gyerekként, és hát abszolút emlékeztem arra, hogy Bodrogi Gyula volt süsű hangja, igen. Tehát akkor itt lehet látni azt, hogy kik voltak azok, akik a bábokat mozgatták. Említsük meg például a királyfit. Simándi József volt az, aki mozgatta magát a királyfit, a hangját pedig Stankai István kölcsönözte. Igen az öreg királyét, Csákányi László, hát őt is nagyon szerettem, és nagyon emlékszem a hangjára. A királylány hangja Hüvösvölgyi Ildikó volt, és akkor kit kellene még megemlíteni, hát elég nehéz egy kis hogy ki ki volt. Kaló Flórián, ó, hát az ő neve is nagyon ö, ismert, és hát az ő hangjára is nagyon-nagyon emlékszem, ő alakította, vagy illetve hát ő adta a hangját a kincstárnoknak, Magát a bábot pedig Cseppeli Péter mozgatta. Hát én így tudom ezt kikövetkeztetni, de hogyha véletlenül tévedek, akkor írjanak nekem egy e-mailt, hogy nem jól gondolom, de szerintem ez valahogyan így lehetett. Na most arról kell beszélni, igen, hogy a Dadus hangját Horvátteri adta. Én megtaláltam az eredeti akkori felvételeket, és igen, valóban felismertem Horvátteri hangját, viszont, nem tudom, hogy pontosan hányadik rész után már nem horvátteri volt maga a dadus, hanem táborinóra, vagyis hát valamiért vagy lecserélték őt, vagy pedig ő maga döntött arról úgy, hogy ő nem szeretne tovább eme rádiójáték vagy bábjáték kapcsán közreműködni. Nagyon jó kérdés, hogy mi történhetett de talán már lehet, hogy a harmadik, vagy a negyedik részben már nem horvátteri adta Dada a dadus hangját, hanem tábori Nóra, és utána már végig ő. De megmondom őszintén, bármennyire is imádom horvátterit, Szerintem tábori Nórának sokkal jobban állt ez a szerep. Nem mondom azt, hogy horvátteri nem volt jó, de, de valahogyan őt nem éreztem annyira kontúrosnak, vagy annyira úgymond hitelesnek ebben a szerepben, hát lehet, hogy ezért választottak helyette más, vagy lehet, hogy ezért volt az, hogy ő azt mondta talán, hogy ő nem szeretne tovább ebben a szerepben részt venni. Nem tudom, hogy ez hogyan lehetett, ahogyan mondtam, ez egy 1978-as műsorújság kapcsán lelhető föl, ez az ajánló, hát jó kérdés, hogy akkor az akkori alkotók, vagy maga a rendező, ugye Szabó Attila miképpen döntött, hát sajnos ezt nem tudjuk. És meg is lepődtem azon, hogy Horváth Teré volt a Dada, a Dadus, mivel, hogy én nem az ő hangjára emlékszem. De lehet, hogy csak az első két részben volt ő. Nem tudom, tehát most meg kellene nézni, de azt tudom, hogy egy idő után, illetve szerintem elég hamar már úgymond lecserélték, vagy ez a csere váltás megtörtént, és tábori Nóra folytatta tovább ezt a szerepet. Szerintem meg kell említeni Takács én azt gondolom, hogy őt sokan ismerhetik, ő volt a dramaturg, a báb és díszlet tervező pedig Lévai Sándor, az ő neve is nekem nagyon, de nagyon ismerősen cseng. Tehát ez egy zenés bábjáték volt, de azt írják, hogy ez ismétlés volt 78-ban, igen, hát jó kérdés, hogy pontosan a süsű, a sárkány című mű mikor született meg, azt tudom, amit mondtam, hogy én a 80-as évek elején, vagy maximum a közepén már találkoztam bakelit lemez által süsüvel, <laughs> Szerintem 85-ben, vagy 86-ban, valahogy így, de lehet, hogy már 84-ben is nem tudom pontosan. Most meg kellene nézni azt, hogy maga a bakelit lemez, mikor készült, de arra biztosan emlékszem, hogy szerintem olyan 70, 80 vagy 90 forint volt, ami hát igen, szóval egyrészt nagyon kevés, másrészt pedig mondhatjuk azt, hogy tényleg ez egy teljesen másfajta korszak volt, nem lehet összehasonlítani a mai érával. Egy 1950-es, cikkből fogok idézni, amit megpróbálunk megmutatni. A rádió kisoperet sorozatának új bemutatójára került sor, amelynek az volt a címe, hogy Vidám Brigád. Ebben szerepelt Horváth Teri is, lehet látni, Gizi szerepét alakította. A Magyar Rádió műsora a Csepel Autó Gyár szerszám takarékossági csúcsbrigádjának. <laughs> hát igen, ahogy mondtam, 1950-ről beszélünk. És egyébként meg kell nézni a szereposztást, mert egészen fantasztikus. Szeretném kiemelni például Gózon Gyulát, tehát Horváth Teri még játszott Gózon Gyulával többek között, Ferrari Violettával, és ki az, akit még érdemes kiemelni, például Berek Katit, aki ugye az osztálytársa volt a Színművészeti Akadémia Főiskolán. Ezt a műsort Zsúrzs Éva rendezte, Írok, Bokor István és Kertész Imre. Mindenképpen meg kellett őket említeni. Menjünk tovább. Itt találhatunk még egy 50-es műsort, közvetítés az úttörő színházból. A bemutató címe: Becsület, színmű, három felvonásban és hat képben, írta Fehér Klára. A rendező, Fábri Zoltán és Marton Endre, hát a legnagyobb nevek, és ebben is szerepelt Horváth Teri. Mindjárt meg is keressük, hogy hol van az ő neve, megtaláltam. A hajrá őrs tagjaiként lépett föl, mint őrs vezető. <laughs> Horváth Teri, igen, fantasztikus. Tehát én ezt nagyon-nagyon megnéztem volna. 1950-ben Horváth Teri még csak 21 éves volt. És szerintem ő nagyon-nagyon bájos volt. Láttam róla különböző régebbi felvételeket és fotókat, és hát szerintem ő egy nagyon szép fiatal lány volt, nagyon szerény, és tényleg olyan bensőséges, közvetlen, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy titokzatos. Találtam még egy 1950-es évekbeli ajánlót meghívót, beszámolót, méghozzá a Magyar Rádió üzemi hangversenyének közvetítéséről, a kismotor és gépgyárból. Tehát egészen elképesztő, és ebben is közreműködött horvát teri. Valamint emeljük még ki például Keleti Lászlót, Rafael Mártát, igen... Hát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet látni, egy picit élesíteni kellene a képet, de hát szerintem így is nagyon fontos kor dokumentumnak számít ez a bejegyzés. Jó, menjünk tovább. Itt látható róla egy korabeli fotó, szintén egy 1950-es rádiós műsor újságból, és itt is a kismotor és gépgyárban léptek föl, horvát verset mondott. Nagyon szép volt. Nagyon-nagyon szerettem őt egyébként. Elképesztő, hogy mennyire közel áll hozzám. Aztán találtam még egy nagyon különleges műsort, 1951-es bemutatóról van szó, a Rádió Gyermek Színházának műsora, Címe Ágas Jóska, ez egy zenés rádiójáték volt. Rendezte Horváth Tibor, és Jóska szerepét játszotta Horváth Teri, ami szerintem egészen zseniális. Azt tudom, hogy akkor, abban az időben ő nagyon sok férfi vagy fiú, kisfiú szerepet is kapott, amelyeket ő eljátszott, hát de többek között akkor úgy tűnik, hogy itt is hiszen Ágas Jóskát alakított a horvát teri. Nagyon-nagyon szívesen megnéztem volna, illetve hát ez egy rádiójáték volt, akkor itt gondolom, hogy csak a hangját lehetett hallani, de mondjuk a felvételek által élőben láthattam volna őt. Hát, biztos, hogy nagyon-nagyon különleges élmény lehetett volna. Jó, menjünk tovább. Ha jól látom, akkor ez már egy 52-es rádiójáték bemutató. A Magyar Rádiószínház műsora köd cimmel rendezte Lányi Andor. És itt Horváth Teri Hanát alakította, és látjuk azt, hogy milyen szereposztással működött, ment ez a rádiójáték. 1952-ben. Igen, hát ezért mondtam azt, hogy ők akkor abban az időben nagyon-nagyon sokat dolgoztak, szerepeltek, aminek én nagyon örülök, mert így legalább nagyon sok régi dokumentum maradt fönt, amelyek kiszínesítik az életemet. Igen, tényleg. Egy 1952-es ajánló van itt nálam. És látjuk a holnap tájait című zenés-irodalmi adásról van szó. Szerkesztette Nagy Vilma, közre működött többek között Csákányi László, horvátteri horváttivadar. Tivadar. Hát Horváth Tivadart mindenképpen ki kell emelni. Ő egy nagyon-nagyon különleges színművész és rendező volt. Nagyon érdekes az, hogy ők ketten egy darabban szerepeltek. Nagyon-nagyon szívesen megnéztem volna. Ki kell emelni még Pécsi Sándort, mindenképpen, ő egy zseniális színművész volt, és ki az, akit még mindenképpen meg kell említeni, mondjuk legyen Mádi Szabó Gábor, hát én azt gondolom, hogy az ő neve nagyon ismerősen cseng mindenki számára. Egyébként szerintem azt is érdemes megnézni, hogy eme zenés és irodalmi adás előtt milyen más műsorok voltak, például orosz nyelvlecke a gimnáziumi tanulók részére. Hát a 80-as években még én is tanultam oroszul, aztán beszéljünk még a határőrség híradójáról. Igen. 3.46-kor pedig a termelési híradó kezdődött. Hát ezért mondtam azt, hogy ezek a korai műsorújságok szerintem egészen különlegeseknek számítanak. Jó. Szintén 1952-ben vagyunk még, beszélni kell a Sári Bíró című színműről, Moritz Zsigmond művéről, és ennek a rádió változatáról, amelyben szintén szerepet kapott Horváth Teri, és akkor gyorsan meg kell keresnem, hogy hol is van ő, igen, megtaláltam, Terka szerepét játszotta, tehát tulajdonképpen a saját keresztnevével azonos nevű szereplőt kellett neki alakítania, és meg kell még említeni például mészároságit, Ágit, Kismanyit, Bihari Józsefet, akitől nagyon-nagyon szeretett, Balázs Samut, Siménfalvi Sándort, valamint Agárdi Gábort, akivel ő a Csempészek című filmben alakított egy házaspárt és főszerepet. Hát pont a Csempészek című, filmet néztem meg újra tegnap, amit én egyébként nagyon-nagyon szeretek, igen. Még mindig 1952-ben járunk. A Kosút Rádió mutatta be Út a Tanyákról című előadást, Sarkadi Imre színművének rádió változatát, a Madács Színház Együttesének előadásában. Fú, nagyon nagy nevek szerepeltek eme előadás által Bárdi György, Pécsi Sándor, Dajka Margit, és meg kell említeni Horváth Terét, aki Rozit alakította. Jó, menjünk tovább. Még mindig 1952-ben járunk. Üdvösség forrása a Magyar Rádiószínház bemutatója, Baktai Ferenc rádió szatírája. Én nagyon szeretem egyébként a szatírákat, igen. Főszerepekben Molnár Tibor, Fónai Márta, Horváth Teri, Tompa Sándor, Agárdi Gábor, Rozsos István. Nem tudom, hogy hányan ismerik Rozsos Istvánt, én igen, több filmben is láttam. És mindenképpen ki kell emelni például Molnár Tibort, akivel Horváth teri főszerepet játszott a Szakadék című 1956-os filmben, ami szintén a kedvencem. Horvátteri Klárit alakította MM előadás által, amiről most beszéltem. Jó, menjünk tovább, mert nagyon-nagyon sok mindent találtam még. Például a kísérleti adó, műsorából fogok most idézni, 1953-as rádiós változat, közvetítés a Madách Színházból, a Körtvélyesi Csíny című vígjáték három felvonásban Mixet Kálmán regényéből írta Benedek András és Karinti Ferenc. Rendezte Horvai István és Ádám ott Oh, és akkor gyorsan keressük meg, hogy hol van Horváth Teri. Próbálom megtalálni, de most hirtelen nem látom. Horváth Teri, Horváth Teri. Aha, igen, ott van a végén. Horváth Teri piroskát, a szobalányt alakította. Pirost alakította az 1949-es Ludas Matyiban is. Hasonló névvel szerepelt, amit egyébként ismét és szintén tegnap néztem meg, és ki kell még emelni szerintem szintén Pécsi Sándort, Körmendi János, Bárdi Györgyöt, Rádai Imrét, Darvas Iván. Tehát Horváth Teri még játszott Rádai Imrével is egy darab kapcsán, Ugyanakkor szerintem Szénási Ernőt is meg kell említeni, mert én azt gondolom, hogy őt lehet, hogy kevesebben ismerik. Szénási Ernő kétszer játszott, amit biztosan tudok, filmekben Latinovics Zoltánnal, igen, az egyik ilyen zseniális film, a Szimbád, és ami még eszembe jut, a kék tiszta szerelem. <laughs> igen és mindkét filmben Latinovics Zoltánnal együtt szerepel, de nagyon sok más filmet is meg kell említeni. Érdemes megnézni azt, hogy Szénási Ernő még milyen alkotásokban tűnt fel, bár tudom azt, hogy az ő neve sajnos nem annyira ismerős. Hát én, ahogy mondtam, több alkotást is láttam már tőle, ez főleg azért van, mert a 90-es évek óta kutatom a magyar filmeket. Aztán találtam egy olyan rejtvényt, amelyben horvát teri, mint megfejtés szerepelt. Hát szerintem ez egy nagyon nagy szó, hogy valaki bekerül egy rejtvénybe, vagy egy rejtvény újságba, de ez is ugye a Magyar Rádió műsor újságában szerepelt, méghozzá egy 53-as kiadásban. A Magyar Rádió heti lapja közölt különböző rejtvényeket, és itt van, hogy a múlt heti megfejtés többek között horváteri volt. Hát, Egészen elképesztő. Ugyanakkor találtam még egy nevet. Ő nem más, mint Vidor Feri, vagy Vidor Ferike, aki egyébként egy női színművész volt. Tehát ő nem férfiként jelent meg, csak őt így becézték, Vidor Ferike. Egy nagyon ismert, elismert színművész nőnek számított abban az időben. Jó, menjünk tovább találtam egy nagyon érdekes irodalmi összeállítást, aminek az volt a cím, hogy Koppantó, és ez egy szatirikus előadás műsor volt, közre működött benne szintén Horváth teri, valamint meg kell még említeni Zente Ferencet, Szénási Ernőt, a rendezője pedig Rádai Imre volt, tehát akkor ezek szerint Horváth terit Rádai imre is rendezte még annak idején, szerintem ez nagyon nagy szó. És ahogyan elmondtam már a korábbi előadások kapcsán, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Így utólag is, igen, igen, nagyon-nagyon. Egy 1953-as bemutatóról beszélek most, a Magyar Rádió Színház műsora címe Széles Úton, Hegedűs Zoltán rádiójátéka. Rendezte Horváth Tibor, itt is megtalálhatjuk Horvát Terit a szereposztásban, aki Katit, a csillés lányt alakította. Van egy nagyon fontos történet, amiről mindenképpen beszélni kell, ez pedig nem más, mint a szuha kálói vízbetörés, bánya szerencsétlenség, amelyet Fábri Zoltán is feldolgozott az Életjel című filmdráma kapcsán. Ez a film számomra abszolút kedvenc, nagyon-nagyon szeretem és tisztelem ezt az alkotást és az alkotókat, ugyanakkor a bányászokat is annyira megihletett ez a történet és ez a film, hogy én is készítettem róla egy másfél órás filmelemzést és beszámolót, az a címe, hogy Úton, és ezt meg lehet hallgatni, tehát megtalálhatják az előadások között. Ezt a történetet, ahogyan látom, rádiós műsor keretében is földolgozták, aminek azt a címet adták, hogy 17 életért, igen. És ebben is játszott horvát teri, méghozzá Annát, aki szintén a bányában rekett, és akit aztán a filmben Berek Kati alakított, aki egyébként horvát teri osztálytársa volt. Szóval szerintem ez egészen elképesztő. Ahogy mondtam, ez a bemutató mindenképpen Kuriózumnak számít, ez egy dokumentumjáték volt, legalábbis így titulálták, főleg azért, amit mondtam, mert itt egy valódi eseményt, egy igaz történetet dolgoztak föl. Meg kell említeni Gábor Miklóst mindenképpen, aki főszerepet alakított eme rádiójáték kapcsán, aztán Básti Lajost, Csákányi Lászlót, Tompa Sándort, Zente Ferencet, Molnár Tibort, őt is nagyon-nagyon szerettem, és lehet látni még azt, hogy kik játszottak eme bemutató kapcsán. Szerintem nagyon-nagyon érdekes lehetett, nagyon szívesen meghallgattam volna. Sajnálom, hogy nem 53-ban éltem, mert akkor sokkal több értékes műsorral találkoztam volna, mint napjainkban. Nem mellesleg én a korábbi hazai színművészeket sokkal-sokkal jobban szerettem és szeretem, tehát biztos, hogy fantasztikus lett volna őket élőben hallgatni. Sajnos ezeket a műsorokat nem lehet föllelni, csak ezeket a cikkeket, de hát valahogyan beleképzelem magam az akkori életbe és millióbe, és már is sokkal, de sokkal jobban érzem önmagamat. Találtam egy 53-as bemutatót, ami egy vidám műsor volt, és az volt a címe, hogy Egy kerékkel kevesebb, igen, és ebben is játszott Horváth Teri, méghozzá például Horváth Tivadarral egyetemben, de ugyanakkor meg kell említeni Rátonyi Robertet, Szirtes Ádámot, akivel nagyon-nagyon sokat szerepelt különböző filmek kapcsán, aztán Temesi Hédit kellene még szerintem kiemelni, Gozon Gyulát, Samut, Keleti Lászlót és Rákosi Máriát, aki Gábor Miklós első felesége volt, nem tudom, hogy ki az aki ezt tudja. A második felesége Rutkai Éva volt, a harmadik pedig Vaséva. Hát gondoltam, hogy ezt is elmondom, de Rákosi Máriáról nekem ugye rögtön Gábor Miklós jutott eszembe, mert én tudtam azt, hogy ő volt az első felesége. Most azt nézem, hogy Gábor Miklós nem szerepelt-e eme vidám műsor kapcsán, de úgy látom, hogy nem. Viszont ezt a műsort Várkonyi Zoltán rendezte, aki már akkor is Kossuth Díjas volt. Fú, hát szerintem ez is elképesztő műsor lehetett. Tényleg sajnálom, hogy ezeket én nem hallottam. A rádió színház bemutatója, a küldetés Vészi Andre filmkönyvét rádióra írta 100 Péter rendező László Andre. 54-es bemutatóról kell beszélni, és itt is láthatjuk horvátteri nevét. A szereposztásban ugyanakkor Básti Lajossét, Bánhidi Lászlóét, Komlós Jucét, Várkonyi Zoltánét, Bárdi Györgyét, Csákányi Lászlóét, Tábori Nóráét, és akit még szeretnék megemlíteni, ő Pongrác Imre. Nem tudom, hogy őt hányan ismerik, én láttam őt több filmben. Szerintem ő is nagyon különleges karakter volt, egészen egyedi. Igen, igen. Jó, menjünk tovább. Azt nézem, hogy 1950-ből, vagy az 50-es évekből találok-e még valamit. Nem mindegyiken van dátum. Na, ez is egy nagyon-nagyon fontos mű, aminek az a címe, hogy Nagy Mosoda. Ez egy rádiodráma volt, Gelléri Andor Endre írásaiból írták, vagyis írta, ha jól olvasom, akkor Liszka, vagy Liszka Dénás, igen, rendezte Barlai Gusztáv. Ebben is játszott Horváth Teri, ő alakította Mariskát. Azért fontos ez az 58-as előadás, ugyanis ebből a műből, illetve három novellából született a Vasvirág című film, amit én nagyon-nagyon szeretek, és amiről szintén készítettem egy filmelemzést, és aminek Törőcsik Mari és Avar István volt a főszereplője. Ebben a filmben már Horváth Teri nem játszott, de a rádió igen, és ahogyan látom, voltak ugyanolyan nevű karakterű szereplők is, tehát ezért mondtam azt, hogy a Vasvirág című film, vagy történet főként a nagy mosodából származik, tehát ez volt az egyik alapja, valamint még két másik történet, amelyeket Gelléri Andor Endre írt. És akkor még azt látom, hogy fél tizenegykor volt egy olyan műsor, aminek az volt a cím, hogy úttörő hivogató, táborozási dalok. Na, hát én még voltam kisdobos is, és mi is énekeltünk ilyen úttörő dalokat, és részt vettem nagyon-nagyon sok felvonuláson, gondoltam, hogy ezt is megemlítem, mert én még, hát valamilyen szempontból erre az időszakra emlékszem, igaz, hogy nem az 50-es évekre, de a 80-as évekre igen, amikor is, még ezeket a táborozási dalokat mi is énekeltük, és bevallom őszintén, hogy sokkal csodálatosabb korszakról kell beszélni, mint amit ma élünk. Közvetítés a Jókai Színházból. Szélvihar, dráma három felvonásban. 1958-as bemutatóról beszélünk. Írta Dobozi Imre, rendező Simon Zsuzsa. Itt is szerepelt Horváth Teri, ő játszott a csendes Juliskát, és hát fantasztikus a szereposztás, ezt el kell mondanom, Bánhidi László, Görbe János, Gobbi Hilda, Horvátteri, Besztercei Pál, Szabó Gyula, vele is nagyon sokat játszott, Kozák László, Inke László, Csákányi László, és ki az, akit még emeljünk ki, Szekhalmi Erzsébet, igen. Ezért mondtam azt, hogy annak idején ők nagyon-nagyon sok csodálatos műsor bemutató által szerepeltek, egészen más korszakról kell beszélni. Hát nem tudom, hogy napjainkban vannak-e még hasonló rádiójátékok, illetve most tudom a választ, el is mondhatnám, de szerintem ezt mindenki tudja, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan visszasírják például az 50-es, a 60-as, 70-es és a 80-as éveket, hát tudja, hogyan én. Találtam még egy nagyon, de nagyon fontos bemutatót, előadást. Ez pedig nem más, mint a János Vitéz, Petőfi Sándor elbeszélő költeményéből született. Azért nagyon fontos számomra, mert Pálos György is szerepelt benne, aki az én egyik legkedvesebb színművészem, Latinovics Zoltán mellett. Szirtes Ádám is játszott benne, valamint Horvát Teri, aki Iluskát alakította. Meg kell még említeni például Raksányi Gellértet, Kozák Lászlót és Deák Sándort. Lehet látni a szereposztást. Ez egy 1958-as előadás volt és ha jól látom, akkor 14 óra 10-kor kezdődött, és három óráig tartott. Májusi képes könyv 1953-as zenés irodalmi műsor. Közre működött például Besenyei Ferenc, Csákányi László, Ferrari Violetta, Horváth Teri és Pártos Erzsi. A menyasszony cipője, Földes Péter rádiójátéka, 1954-es bemutatóról beszélünk. A rádiószínház bemutatója volt. Ez azért számít különlegesnek számomra, mert az egyik főszerepet Olti Magda játszotta, aki Pálos György felesége volt. Horvátteri Teri Ancit alakította. Beszélni kell még Molnár Tiborról, Bánhidi Lászlóról, Agárdi Gáborról, és például Kőmíves Sándorról, akiknek a neve nagyon ismerősen cseng, természetesen. Úgyhogy horvátteri Olti Magdával is játszott, ugyanakkor Pálos Györgyel, hát én azt gondolom, hogy a legnagyobb nevekkel. Szóval elképesztő tényleg, hogy ők milyen időszakot, korszakot éltek át. Azt is mondhatnám, hogy irigylésre méltó. Számomra biztosan. 1952-es vidám játék volt, a tizet ütött már az óra, térjenek már nyugovóra című előadás, és a közreműködők között megtaláltam természetesen Horváth terit is. Ezt az előadást Zsúrzs Éva rendezte. Van még egy nagyon-nagyon fontos darab, amiről mindenképpen beszélni kell, de ennek nem ismerem a dátumát. A címe az Apáca, és horvátteri Dominika nővért alakította. Ezt azért szeretném megemlíteni, mert, ugye mondtam, én úgy érzem, hogy ő a korábbi életeiben többször volt már Apáca. Szeretet szolgáló, missionárius valaki, aki nagyon sokat tett az emberiségért, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szerep, karakter nagyon jól állhatott hozzá, és úgy érzem, hogy ő ezt nagyon, de nagyon szerette. Ugyanakkor azt látom, hogy Teréz nővér is szerepeltem a történetben, hát nagyon érdekes, hogy miért nem Teréz nővér szerepét adták Horváth Teréznek, Persze, jól tudom, hogy nem ez alapján válogatják ki a szereplőket a különböző karakterekre, de az a lényeg, hogy ő is itt egy nővért vagy egy apácát alakított, és ő egyébként is a színművészetére ugyanígy tekintett. Nagyon nagy szolgálattal volt jelen, és ezt a fajta minőségét, a színművészete az előadásai által tudta még inkább kiteljesíteni, megmutatni, átadni. Ugye erről is beszéltem már a korábbi előadások kapcsán. Szerepelt még eme darabban Mécs Károly, többek között Mezei Mária, hát az egyik legnagyobb név, Drahota Andrea, Temesi Hédi, Sütő Irén, őt is nagyon-nagyon szerettem, és meg kell még említeni Böröndi Katit, Teréz nővért pedig Sós Edit alakította. Sajnos nem tudom azt, hogy mikori bemutató lehetett. Én úgy gondolom, hogy az 1950-es években mutatták be ezt a darabot, ami egy három felvonásos előadás volt, és a Tália színházból közvetítettek, Hát tudjuk azt, hogy Horváth Teri a Tália Színház tagja is volt. Szerintem nézzük meg azt, hogy később még milyen filmekben és darabokban, vagy rádiós műsorokban szerepelt Horváth Teri. Találtam egy 77-es bemutatót, ahol is ő Latinovics Zoltánnal egyetemben játszott ez szintén egy rádiós műsor volt. Menjünk tovább. 78. És jött egy lány. Horváth Teri előadó estjének közvetítése a Kossuth klubból hangfelvételről. Hát ezt is nagyon meghallgattam volna. Az ifjúsági rádió műsora, és ezt a műsort valamint a felvételt készítette Szabó Éva, hát én azt gondolom, hogy az ő neve biztosan nagyon sok ember számára ismerősen csáng. Beszéljünk egy 1981-es műsorról, amit már a televízióban lehetett látni, ez pedig nem más, mint a nyelv világa, és eme műsorban vendég volt például Horváth Teri és Lőrince Lajos. Hát igen, ugyanis ő a különböző nyelvjárásokat kutatta, és azt is tudjuk, hogy ő is nagyon különlegesen beszélt, nagyon ízesen, és nyilván, hogy ezért hívták meg ememű műsorba. 1981-ben levetítették a Feldobott Kő 1965-ös magyar filmet, amelyben szintén játszott horvátteri, és baloldalt lehet látni kendőben, ugyanis ő nagyon sokszor alakított ilyen karaktereket, amelyekről már beszéltem az egyik korábbi előadás kapcsán. Aztán találtam még egy kuriózumot, ez pedig nem más, mint a háztartás című családi magazinról szóló Műsor ajánló, amelynek szerkesztő riportere Molnár Margit volt, a műsor vendégei pedig nem más, mint Horváth Teri és Konfár Gyula, aki ugye a férje volt, és aki egy munkácsi díjas festőművész volt. Erről a magazinról, a háztartás című műsorról olvastam különböző korabeli kritikákat is, és hát innen tudtam meg tulajdonképpen, hogy Horváth Teri és Konfár Gyula is szerepelt eme műsor kapcsán. Valamint találtam egy olyan régebbi felvételt, amelyben szintén beszélt Horváth Teri, de ott akkor ő egyedül volt, és körülbelül olyan 60 éves lehetett, szerintem ez volt a főzőcske, igen, igen. Úgyhogy ők ketten is szerepeltek különböző műsorokban. Hát jó kérdés, hogy Konfár Gyula mennyire volt beszédes, mert én úgy tudom, hogy nem annyira. Hát szívesen megnéztem volna ezt a műsort, bár mondjuk 82-ben már én is éltem, bár még nagyon kicsi voltam, úgyhogy erre a műsorra sajnos nem emlékszem. De biztos, hogy most kuriózumnak számítana, Hát jó lenne valahol megtalálni, de sajnos ezeket a műsorokat általában lekorlátozzák, úgyhogy így nem igazán jutok hozzájuk. Találtam még egy 82-es műsort, aminek az volt a címe, hogy Fiatalok Estje, az alcím pedig Beszélgetés a szülőföldről. És itt lehet látni, hogy az egyik előadó Szirta volt, valamint azt is írták, hogy találkozás is várható Horvát Terivel. Gondolatok a magyar mezőgazdaságról. Hát ez bizonyosan egy nagyon-nagyon érdekfeszítő műsor lehetett, és azt látom, hogy Bicskei Tibor is közreműködött emel felvétel által, igen, jó kérdés, hogy miről beszélgettek, de gondolom, hogy horvát terít főleg azért hívták meg, mert ő nagyon sokat beszélhetett, tudhatott eme -e témáról, hiszen ő egy ilyen helyről, családból származik, és gyerekkorában ő nagyon-nagyon sokat dolgozott, például a mezőgazdaságban is mondhatnám azt is, hogy akkor ő mindenképpen egy autentikus vendégnek számított. Igen. Megtaláltam a TV film ajánlóját, amiről az elején beszéltem. Ez pedig nem más, mint a Felfedezés az erdőben című film, fekete-fehér alkotás, és uh, itt láthatjuk Horváth Teri nevét is, valamint Molnár Tiborét, Koncz Gáborét, Bánhidi Lászlóit, többek között, Császár Angélait, Szirtes Ádámét, tehát ő, igen, ahogyan mondtam, ő elég sok filmben játszott együtt Szirtes Ádámmal, ez egy 86-os uh, tévéújság újság Származik, igen, és meg kell említeni még az ablak című műsort, ami 6 órakor kezdődött, és hát én ezt akkor már néztem. Tehát én az ablakra nagyon-nagyon emlékszem, és ö, tényleg szó szerint mindig vártuk, és arra is emlékszem, hogy mindig 6 órakor kezdődött, igen, és még az jutott eszembe, hogy Gálvölgyi János készített az ablakról egy paródiát, ami szerintem egészen zseniális, és én azért értettem nagyon ezt a paródiát annak idején, mivel, ahogy én mondtam, én nagyon-nagyon sok eredeti ablak című műsort láttam a 80-as években, hát mondhatjuk azt, hogy én sem vagyok már mai csirke. <laughs> Persze sokkal fiatalabb vagyok, mint Horváth Teri, de azért egy picit már emek korszakba én is belekóstoltam. Találtam egy 1974-es hangjátékot, melynek az a címe, hogy Nők Parasztudvaron, Lázár Ervin műve kapcsán a Rádió Színház mutatta be, és ezt 1990-ben is közzétették, sugározták, az öreg asszonyt Horváth Teri alakította. Hát azt is mondhatnám, hogy igen, ő elég sokszor alakított különböző öreg asszonyokat, paraszt Úgy látszik, hogy a rádiós hangjátékok által is, nem csak a filmekben. És azt írják, hogy utána pedig születésnapi beszélgetésre került sor Horváth Terivel, ugyanis ő augusztusi Születésű volt, és hogyha jól emlékszem, akkor ezt a, az előadást, vagy rádiójátékot, hangjátékot is augusztusban tűzték műsorra, 1990-ben. Na, hát nagyon érdekes uh, dolgokat. Uh, találtam, tényleg kuriózumnak számítanak. Itt látszik Horváth Teri már egy kicsit idősebb korában, ez egy 91-es fotó és írás. Most gyorsan ki kellene számolni, hogy akkor hány éves volt. Ha jól számom, akkor 62, ugye? Szerintem igen, igen. És itt írtak róla néhány sort, és itt ül az íróasztal előtt, és hát én azt gondolom, hogy főleg arról faggatták, hogy milyen köteteket, könyveket hozott létre, és nyilván, hogy a film szerepeiből is megemlítettek néhányat, valamint ugye készült egy portréfilm róla, aminek az a címe, hogy Visszatérés, és amit a televízió műsora tűzött 1991-ben, még hozzá, itt azt írják, hogy hétfőn este 20-55-kor, azt nem tudom, hogy pontosan melyik hónapban és melyik napon, mert az itt nem szerepel. Arról lehet olvasni, hogy Horváth Teri nagyon egyszerű, szerény ruhákban járt, és a haját még akkor is konyba fogta, úgy, ahogyan régen, korábban is, és hogy a férjével, Konfár Gyula festőművésszel, a Gorki Fasori ház legfelső emeletén éltek egy műterem lakásban. Igen, hát sokat olvastam róluk, és azt is láttam, hogy Konfár Gyulának milyen sok kiállítása és bemutatója volt annak idején. Jó, itt látható egy 71-es fotó, Horváth Teriről és Szabó Gyuláról, a rádió és televízió újság címlapján szerepeltek őt, imádom horvátteri sapkáját, legszívesebben én is hordanám. Jó lenne, hogyha ezt valahogyan megörökölhetném, és szerintem soha nem venném le a fejemről. Imádom az ilyen jellegű sapikat. Én is szoktam hordani pont így, és belső helyiségekben is, tehát én sem szoktam levenni, azzal a különbséggel, hogy én napszemüveget is veszek föl. Hát lehet, hogy még akkor is, hogyha bemegyek valahova, például, hogyha én elmegyek vásárolni, most elárulok egy kulisszatitkot, akkor sem veszem le a napszemüvegemet a boltokban. Hogyha beszélgetek az eladókkal, akkor nyilván igen, mert akkor megtisztelem őket azzal, hogy leveszem a szemüvegemet, de egyébként én napszemüvegben szoktam vásárolni, különböző üzletekben. Hát azt kell tudni, hogy én ilyen kisebb üzletekbe járok most már, ahol nagyon-nagyon kevesen szoktak lenni, nagyon sokszor előfordult az, hogy csak én voltam egyedül, és én vásároltam egyedül ezekben a különböző üzletekben, és akkor így van idő beszélgetni az eladókkal. Nagyon szeretem ezeket a csendesebb helyeket, mert akkor az ember nyugodtabban meg tudja venni azt, amire szüksége van, de ahogy mondtam, ez a sapka nagyon tetszik, és én is szoktam ilyeneket hordani, és én sem szoktam levenni a különböző belső helyiségekben, hát úgy, hogy a horvátteri sem szerintem nagyon jól áll neki, ez a sapi, és ahogy mondtam, nagyon szívesen hordanám én is. Itt van a 8 Hold Föld című tévéjáték ismertetője. Jó kérdés, hogy ezt mikor vetítette le a televízió. Hát most erre nézve nem tudok pontos adatot mondani, említeni, de szerintem többször is a rendezője Katki Csilona volt, és egyébként lehet itt látni Horváth Terit. Amikor ő még szerintem nagyon-nagyon fiatal volt, ott fekszik. Nagyon szívesen megnézném ezt a filmet, de sajnos nem találtam meg. És akkor nézzük meg, hogy ő mit alakított, Rozikát. Tehát Horváth Teri-Rozika volt, ezért mondtam azt, hogy ő nagyon sokszor volt Rozi, Maris, Piros, Teri, Terka, ugye a különböző filmek által. Hát ezek a szerepek álltak neki jól, és hát nyilván, hogy ilyen karakterek által alkalmazták őt, de elmondtam azt is, hogy szerintem azért egy picit színesebb palettát is lehetett volna alkalmazni, arra nézve, hogy őt nagyon sok másfajta karakterben is ki lehetett volna próbálni, ami tudom, hogy valamilyen szempontból így volt, de én azért több szerep által is megnéztem volna őt. Jó. Ami még szerintem kuriózumnak számít, az nem más, mint egy 1982-es meghívó, amit szerintem szintén egy rádiós vagy tévés műsorújságban találtam, nem tudom, hogy pontosan hol. Az a lényeg, hogy a Pesti Vigadó Kamara termében fellépett horvátteri december 25-én és december 26-án, vagyis karácsony első és második napján, szombaton és vasárnap este fél nyolckor, a Múzsák Kedvesek című előadó estjével. Nagyon-nagyon megnéztem volna, nagyon sajnálom, hogy akkor én még önállóan nem tudtam elmenni ilyen műsorokra 82-ben, pedig állítólag akkor már összefüggően tudtam beszélni, <laughs> úgyhogy lehet, hogy megértettem volna a horvátteri műsorát. És ami még nagyon fontos, hogy a vigadó kamara termében fellépett Sota Irén is, december 12-én és 26-án a Töltsünk el egy édes órát című műsorával, hát nem is hazudtolta meg önmagát, igen. És ez azért nagyon fontos, mert ők ugye osztálytársak voltak. Tehát mindketten felléptek december 26-án vasárnap csak Sotairén délután fél ötkor, Horváth Teri pedig este fél nyolckor, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy ők egymást váltották. Hát egészen elképesztő lehetett. Nagyon sajnálom, hogy nem lehettem ott. És egyébként érdemes megnézni azt, hogy hol lehetett jegyeket vásárolni. Szeretném kiemelni a Lenin körutat, úgy, hogy a mondtam, 82-es meghívóról van szó. A Lenin körút azért áll hozzám közel, mert az egyik nagymamámék is Lenin körúton éltek, nem Budapesten, hanem egy vidéki városban. És amikor a 80-as években még ugye nagyon sok képeslapot írtunk a különböző üdülések kapcsán, akkor nagyon sokszor címeztem meg különböző borítékokat és képes lapokat úgy, hogy a Lenin körutat kellett ráírnom, úgyhogy én erre még nagyon-nagyon emlékszem, nagyon sokáig megmaradt ez az emlékezetemben a bizonyos Lenin körút, aztán ezt a körutat bányász körúttá keresztelték át, ugyanis ők egy bányász városban éltek, de a Lenin körutat nagyon sokszor leírtam én is. <laughs> úgyhogy igen, ezért Szerettem volna mindenképpen megemlíteni ezt a nagyon fontos meghívót és előadást, mert én azt gondolom, hogy tényleg nagyon különlegesnek számíthatott. Hát megmondom őszintén, hogy Horváth teri műsorát sokkal szívesebben meghallgattam volna. Hozzám Sota Irén stílusa nem állt annyira közel, hát szerintem két teljesen ellentétes karakterről és személyiségről kell beszélni. Horváth Tari szerintem már akkor is nagyon szerény volt, és tényleg ő nem volt egy ilyen divatos, harsány színésznő, hát azért Sota Irén igen, és egyébként azon is nevettem, hogy nem véletlenül adta, hogy adták ezt a címet a műsorának, hogy töltsünk el egy édes órát, mert hát ugye Sotta Irén, hát ő abszolút ilyen volt. Az édes szó nem is maradhatott volna le. Eme címről, vagy címből, Viszont a Múzsák kedvesek cím nagyon érdekes, hát lehet, hogy Horváth Teri azért adta ezt a címet a saját műsorának, mivel hogy ő is egy múzsa volt. Hát elsősorban konfárgyula, Gyula, festőművész múzsája volt, ugyanakkor az én múzsám is 2022-ben, tehát 40 évvel később. Hát jó kérdés, hogy még kinek a számára jelenthetett ő múzsát, vagy ki az, akitől nagyon erősen megihletett, szerintem nagyon sok embert, és nem csak a férfiakat, hanem a nőket is. Hát úgy, ahogyan engem is tulajdonképpen, mert Horváth Terinek volt, és van egy ilyen varázsa, ami tagadhatatlan, és amit a mai napig is nagyon-de-nagyon nagyon lehet érezni. Itt láthatjuk nagyon fiatalon horvát terét. Ez a kép, fotó részlet egy 1952-es rádiós műsorból, újságból származik. Én azt látom, hogy ő már itt is nagyon komoly volt, nagyon felelősségteljes, elkötelezett, úgy, ahogyan szerintem egész életében. Nagyon szerettem őt a Légy jó, mint halálig című magyar filmben, amelyben ő Misi édesanyját játszotta. Erről láthatunk most egy kis ízelítőt. Igen. Menjünk tovább. Három arckép, ez egy portré sorozat volt riporter Tomkai Judit, és az első részben Horváth Teri szerepelt. Láthatunk róla egy fotót. Szeretném felolvasni azt, hogy mit nyilatkozott akkor Horváth Teri. Olyan a természetem, hogy a rosszat elfelejtem, átalakítom, a jót megőrzöm foggal, körömmel. Ez éltet, ez ad örömet. Én boldog ember vagyok. Azt csinálom, amire készültem, amire születtem, és ami olyan jó nekem. Nagyon szeretek játszani. Hát igen, és sajnos ezt vették el tőle később, és szerintem ezért volt az, hogy ő talán egy picit korábban megkeseredett és önmagába fordult, de most ezeken az érzéseken szeretnék enyhíteni. A felvétellel és a szeretetemmel. Arcok, emlékek, horvátteri. Jó kérdés, hogy ez a műsor mikor került a televízióba, majd megkeressük a dátumot, és kiírom. Itt róla emlékeztek meg, de szerintem ő itt már sokkal idősebb volt, noha a fotó nem erről árulkodik. De azt kérdezték, hogy ő hová tűnt, hogy miért nincs az emberek szeme előtt szinte évtizedek óta. Tehát mások is észrevették azt, hogy ő kivonta magát, vagy hogy. Sajnos ugye őt egy idő után nem foglalkoztatták, és ezért mondtam azt, hogy őre nagyon-nagyon nagy szükség lett volna akkor is, az utolsó évtizedekben, ugyanis mások is hiányolták, nem csak én jelenleg. Kézen fogások, Dajka Margittal, az Ifjúsági Rádió műsora. Ezt azért szeretném megemlíteni, mert horvátteri számára is Dajka Margit volt az egyik legfontosabb személy. Ugyanakkor ez fordítva is így volt. Tehát Dajka Margit is azt nyilatkozta, hogy hozzá Konfárgyula és Horváth Teri által legközelebb, tehát ez az érzés náluk abszolút kölcsönös volt. És Horváth Teri a szeretet színházát többek között Dajka Margitta szerette volna létrehozni, valamint Latinovics Zoltánnal és Bihari Józseffel. Van még egy nagyon fontos beszámoló, amiből idéztem, a korábbi előadások kapcsán, és aminek az a címe, hogy képviselőjelölt lettem. Horváth Teri a Madács Színház tagja. Érdemes ezt elolvasni, illetve meghallgatni a felvételeimet, mert fantasztikus gondolkodásmódja érzései voltak már akkor Horváth Terinek, hiszen itt még nagyon-nagyon fiatal volt, a húszas éveiben járt, de már akkor is nagyon humánus volt, nagyon irgalmas, nagyon kötelesség, tudó, amit én nagyon-nagyon szeretek benne. És igazából én azt gondolom, hogy ezért is áll hozzám a legközelebb, igen. És zárásként szeretnék egy olyan újságcikkből idézni, ami 1950-ben született, és a Magyar Rádió heti lapjában lehetett föllelni. Az volt a címe, hogy tanácstagok, az alcím pedig az, hogy munkájukról és a békéről. Horváth Teréz, rába tamási parasztlány, a színművészeti főiskola harmadéves hallgatója, megilletődötten ül a közalkalmazottak szakszervezete dísztermében. Érdekes, hogy Horváth Teréz névvel említették meg, amikor az ő eredeti születési neve Terézia, de tudjuk azt, hogy ez a két név igazából ugyanazt jelenti, és milyen érdekes, hogy aztán ő horvát teriként Híresült el a szakmában, és egyébként, hogyha úgy írjuk be a nevét, például a keresőbe, hogy Horváth Terézia, nem is találunk róla annyi mindent, mintha úgy, hogy Horváth Teri. Nagyon érdekes. Egyébként én láttam az eredeti igazolványát, vagy igazolványait, amelyekben Horváth Terézia névvel szerepelt, és ő így is írta alá ezeket a dokumentumokat. Tehát igazából én innen tudom azt, hogy az eredeti születési neve Terézia volt azt nyilatkozta Horváth Teri, hogy kislány kora óta tervezte, hogy színésznő lesz. A népi demokrácia tette lehetővé, hogy ingyen tanulhassak. Jó tanuló munkával igyekeztem ezt meghálálni. Boldog voltam, amikor tanáraim bíztak abban, hogy a Ludas Matyi női főszerepében nem vallok szégyent. Bocsánat, de... Nagyon sokszor elsírom magam, amikor az ő gondolatait olvasom, mert, mert ahogy mondtam, én nagyon büszke vagyok rá, és azért is, mert ő nagyon hiányzik. A film sikere után más szép feladatot is kaptam. Az úttörő színház becsület című darabjában 13 éves kisfiút alakítottam. Hát erről beszéltem, hogy ő sokszor játszott különböző kisfiúkat, egyébként én is a színjátszói pályafutásom alkalmával. Mint tanácstag becsületesen és lelkesen igyekszem dolgozni. Igen, ő mindig ilyen volt szerintem. Nem csak a 8. kerületi kultúrcsoportok munkáját segítem majd, hanem a kerület minden hozzám forduló dolgozójának panaszát, kezdeményezését meghallgatom és kivizsgálom. Ugyanis szerintem ő nagyon, de nagyon alapos volt a fasizmust legyőző béke hozta el számomra és minden dolgozó számára azt a lehetőséget, hogy képességeinket, tehetségünket kifejleszthessük, és ezért minden lépésünkben elsősorban ezt a békét kell megvédenünk. Horváth Teré továbbá arról is beszámolt, hogy mindenképpen a béke ügye mellett teszi le a voksát, és ezt a csodálatos állapotot fogja képviselni. Aztán úgy zárták ezt a cikket, hogy Horváth Teréz a tanács ülésről visszasiet a színművészeti főiskolára. Öt perc múlva már Gellért Endre óráján az ármány és szerelem Luisa szerepében tolmácsolja Schiller szavait. Igen. Hát igen. Komolyan mondom, hogy én, én, én látom őt, érzem őt. Minden egyes gondolatát, érzését, azt, hogy ő hogyan volt jelen, nagyon érdekes, olyan, mint hogyha bennem élne. Azért szerettem volna ezt a cikket és gondolatiságot kiemelni, valamint valamilyen szempontból az adásunk végére tenni, mert, mert én is a békét képviselem. És tudom azt, hogy számára is mennyire, de mennyire fontos volt, igen, a magazinomat 2009-ben hoztam létre, 2009 áprilisában. Nagyon érdekes, hogy szinte utána, miután horvát terén elhunyt fizikálisan. Lehet, hogy adott ő át számomra valamit. Ugyanis a magazinomnak az a neve, hogy békés magazin, és én ezt lefordítottam egy indonész szóra, ami azt jelenti, hogy demáj, békés békésen élő de én is mindig a békéért harcoltam, ahogyan ő. Ebben is közösek vagyunk, és nagyon sok minden másban, amit én érzek, ami nagyon, de nagyon erősen átjön, és amit én annyira, de annyira szeretek benne. Remélem, hogy nagyon sok mindenről tudtam ma is mesélni. Remélem, hogy nagyon sok korábbi szerepét fel tudtam idézni. Főként a rádiós műsorokra szerettem volna felhívni a figyelmet, ugyanis, ahogyan mondtam, ő például az 1950-es években nagyon, de nagyon sokat szerepelt és dolgozott az emberek lelkéért, a békéért, az egységért, és azért, hogy igazi kohéziók szülessenek.